Pécsi, illetve baranyai szabadtéri sportparkok átadó ünnepségein készültek ezek a felvételek. A testmozgás népszerűsítése céljából létrehozott eszközök használatát minden korosztálynak ajánlják. Fontos azonban a biztonsági előírások betartása, ezért a kormányhivatal fogyasztóvédelmi munkatársai most ezeket ellenőrzik. Először az önkormányzatoktól kérnek információkat, hogy hol találhatók ilyen parkok, majd az üzemeltetők kiértesítése után megkezdik a szakemberek a vizsgálatot. Ennek a kiértesítésnek azért van jelentőség, mert akkor a dokumentációt össze tudják készíteni az üzemeltetők, és tudnak olyan kompetens szemét biztosítani a helyszíni szemlén, hogy a hatósági ellenőrzésen részt vegyen, hogy érdemben tud nyilatkozni, vagy a hatóság kérdéseire tud válaszolni. Elvégezzük a helyszíni szemlét, ezt dokumentáljuk, és utána megy az eljárás a maga útján, vagy ha nincs jogsértés, akkor jogsértés hiányának megállapításával zárul az ellenőrzés. A fogyasztóvédelem piacfelügyeleti hatáskörben vizsgálja ezeknek az eszközöknek az üzemeltetését. Ez azt jelenti, hogy a biztonságosságra fókuszálnak. Mivel egyre népszerűbbek ezek a termékek, a felhasználók a lehető legbiztonságosabb körülmények között kell, hogy használják, emelte ki az osztályvezető. Kerner Helga hozzátette, hogy megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük az ilyen parkoknak, valamint meghatározott időközönként azok felülvizsgálatára is sort kell keríteni az üzemeltetőnek. Azt, hogy ezt kivizsgálhatja, ki adhat ki erről megfelelőségi tanúsítványt, nem akárki teheti, tehát erre kijelölt szervezetek vannak az országban. Per pillanat 8-ról tudunk, akik ezt jogszerűen vizsgálhatják, és ezekről megfelelőségi tanúsítványt kiállíthatnak. És abban az esetben, hogyha nincsen megfelelőségi tanúsítvány, vagy annak az érvényessége lejárt, akkor szigorúan lép fel a hatóság, éppen azért, mert biztonságossági kérdés. Ilyenkor felszólítják az üzemeltetőt, hogy korrekciós intézkedéseket végezzen, azaz meg kell akadályozni a fitnesspark használhatóságát. Ezt tehetik többféleképpen is, körbekeríthetik a létesítményt, esetleg más módon lezárják. Baranyában egyébként az elmúlt évben 19 helyszínen összesen 155 darab eszközt ellenőrzött a hatóság, amelyek közül 36 volt kifogásolt.